A mérkőzés napjának délutánján üresek a lelátók a sóstói stadionban. A háttérmunka azonban már ekkor is javában zajlik. A rendőrök ezekben a percekben még nem tudják, hogy a szlovák szurkolók meglepetéssel készülnek számukra, és néhány embert elő kell állítaniuk. Az, aki veszélyes szurkoló lehet. A meccsbiztosítás előkészületei néhány héttel korábban kezdődtek, és három nappal a mérkőzés előtt már minden készen állt a több ezer szurkoló fogadására. Ugye ők hajlamosak adott esetben rendmontásra. A rendőrök ekkorna állították össze a biztosítás menetét, így az egyenruhások forgatókönyvéből már semmi sem hiányzik. A 81-es számú főközlekedési út városba vezető szakasz. A vezetőség eligazítása után a parancsnokok a beosztott állománynak is kiadják a feladatokat. Közben megérkezik az első szlovákiai drukker csoport. Az egyik szurkoló kiegyenlített mérkőzésre számít, és mint mondja, ahogy ismeri a foci csapat táborát, nem kizárt, hogy összecsapások történnek. Szerintem Közép-Európában a szlován Bratislava csapatának vannak a legkeményebb ultradrukkerei, bár a hazai csapatnak is erős a szurkolói magja. Remélem, minden rendben lesz. A videóton szlován Bratislava Európa Liga selejtező mérkőzés rendőri biztosítását minden eddiginél nagyobb előkészület előzte meg. 10 évvel ezelőtt, amikor a Ferencváros játszott a szlován csapattal, akkor a magyar szurkolókat atrocitások érték. 6 évvel később pedig szintén egy Bratislava elleni találkozón a Dunaszerdahely magyar anyanyelvű szimpatizánsait verték meg brutálisan. Ezért döntött úgy az országos rendőrfőkapitányság, hogy kiemelt biztonsági kockázatúnak értékeli ezt a mérkőzést. Ráadásul erre a meccsre nem csak videóton szurkolókat, hanem újpesti, ferencvárosi és szlovákiai magyar futballkedvelőket is várnak. A legfontosabb feladat az az, hogy megelőzzük azt, hogy a székesfehérvári közterületeken bármilyen olyan rendbontás kialakuljon, ami azokat veszélyeztetné, akik békésen szeretnének eljönni a mérkőzésre és nézni, illetve azokat, akiket nem érdekel egyáltalán a foci, csak simán élni szeretnének az életüket, mindennapjaikat. A közlekedési területen dolgozó egyenruhások is kiveszik a részüket a meccs biztosításából. Dr. Kovács Ferenc alezredes azt mondja, csapatának hármas elvárásnak kell megfelelnie. A mérkőzés előtti időszakban a szlovák szurkolókat próbáljuk egy szűrő, ellenőrző tevékenység keretén belül egybefogni, segíteni abban őket, hogy a lehető leggyorsabban, biztonságosan a stadionhoz tudjanak jutni. A mérkőzés ideje alatt a stadion közvetlen, illetve tágabb környezetében hajtunk végre ellenőrző járőr tevékenységet, a gépjármű feltörések megelőzése véget, míg a harmadik fázisban, a mérkőzés végén pedig forgalomirányítással, forgalom egyéb módon történő segítésével próbáljuk a kialakult torlódásokat minél hamarabb felszámolni. Majd utána megkezdődnek a lezárások, az ellenőrző pontok felállítása a 81-es számú főúton, illetve az említett Sárkereszt úri út bizonyos szakaszának a lezárása, valamint a stadion közvetlen környezetének, de az ugye újat nem jelent, mert az az előző mérkőzésekhez hasonlóan fog zajlani. Az eligazítások után minden egyenruhás elfoglalja a helyét. A mérkőzés napjának délutánjától egészen késő éjszakáig összesen több mint 500 rendőr vigyáz a rendre. Az egész rendőri biztosítás az közel 500 fő, nem mind ugye Székesfehérvár közterületén jelenik meg, mivel még folyamatosak az eligazítások, ezért lesz olyan csoport, aki később fog bekapcsolódni a biztosításba. A most kint lévő csoportok pedig a város gyakorlatilag összes bevezető útján, illetve minden olyan helyen, ahol akár szórakozóhely, kocsmánál, étteremnél, ahol előfordulhatnak szurkolók, ott jelennek meg. A kora délutáni órákban még csak lézengenek a szurkolók, a város csendes, csak néhány csoportot lehet látni a gyülekező helyeken. A
most is folyamatban, illetve még csoportokat fogunk eligazítani. Szurkolók eddig a városba érkeztek, már egy pár szlovák szurkolóval találkoztak a kollégáink, semmilyen rendbontás eddig nem volt, illetve a hazai szurkolók is már készülődnek az állandó gyülekezési helyeiken. A 81-es főúton felállított ellenőrzőpontra befut az a bizonyos meglepetés is. Két szlovák busz tele szurkolókkal. Szlovákiában egyébként szerveztek járatokat azoknak a szurkolóknak, akik meg akarták nézni a visszavágót, de ez a két busz nem tartozott hozzájuk, ezért a rendőrök átvizsgálják a járműveket és ellenőrzik az utasokat is. Az összes szlovák szurkolót kiterelik ebbe a parkolóba, a járműveket átnézik, kiterelik a szurkolókat a járművekről, tehát kiszállítják a szurkolókat a járművekről, szurkolókról készül videófelvétel, illetve a járművekről is. Miután megtörtént az átvizsgálás, nem találtunk közbiztonsága különösen veszélyes eszközt, egy zárt konvojba, meghatározott útvonalon bekísérjük őket a stadionba, ahol élvezhetik a mérkőzést. A rendőrök egy embert állítottak elő és lefoglaltak egy kardot, amit a buszok átvizsgálása során találtak. Mivel a szlovák rendszámos autókat is a parkolóba irányítják a rendőrök, ezért Kis Mátyást is félreállítják, pedig ő a hazai szurkolók táborát erősíti. Nem igen szeressük a szlovákot, úgy érzük, hogy mi magyarok vagyunk. Kis Mátyást nem zavarja, hogy rendőrségi felvezetéssel közelítheti csak meg a stadiont, attól azonban fél, hogy együtt kell utaznia a szlovák drukkerekkel. A városban késő délutánra már javában gyülekeznek a szurkolók. Nem csak videóton szimpatizánsok, hanem újpesti és ferencvárosi foci kedvelők, valamint szlovákiai magyarok is népesítik a hazaiak szurkoló táborát. Gyűlik a tömeg a stadionban is, pár perc és kezdődik a mérkőzés. A rendőrök ez idő alatt az úgynevezett vezetési ponton követik az eseményeket, és a lelátókon a szektorok mellett is egyenruhások vigyáznak a rendre. Eddig minden rendben ment. Ahogy a kockázatelemzésben többször is említettük, hogy újpesti ferencvárosi szurkolókat is várunk, ők meg is érkeztek, közvetlen több helyen kellett velük szemben oly módon intézkedni, hogy elkülönítsük őket a mérkőzésre igyekvő Székesfehérvár, illetve szlovák szurkolóktól, de hál' Istennek egy-egy esetet kivéve komolyabb rendbontás nem történt. A külső biztosításért felelős rendőrőrnagy szerint az az egyik legnehezebb feladat, hogy ezen a mérkőzésen nem elég a két futballcsapat szurkoló táborát külön választani. Ügyelni kell arra is, hogy a meccs iránt érdeklődő újpesti és ferencvárosi drukkerek összecsapását elkerüljék. Ráadásul el kellett különíteni a szlovákokat és a szlovákiai magyarokat is. Ketté kell választani, tehát a vendégszurkolók közül ugye a szlovák szurkolókat rendszámok alapján főleg sikerült leválasztani a kollégánknak, ahogy Székesfehérvár határához érkeztek. Őket be tudtuk kísérni részben a vendégkapuhoz, de voltak olyan szlovák szurkolók, akik a magyar résznek, tehát a videótonnak szurkoltak, őket pedig meg tudtuk oldani, hogy a stadion azon bejárataihoz kísérjük, ahol a hazai beléptetések történtek. A rengeteg szurkoló között Kis Mátyás is feltűnik a stadionban. A szlovákiai magyar férfi a 81-es főúttól rendőri kísérettel utazott, és az a félelme, hogy szlovák drukkerekkel együtt kell konvojban közlekednie, nem igazolódott be. Azt nem szerettük volna, hogyha szlovákokkal együtt hoznak be. Reméljük, hogy nem lesz. Jó lesz együtt. Kamerarendszer telepített a készenléti rendőrség a sóstói stadionba, amely egyrészt a lelátókra, másrészt pedig a szurkolói útvonalakra fókuszál. A tetőkamerával a vendégszektort tudjuk kamerázni, illetve a külső kamerákkal, amelyeket telepítettünk a Szárcsó utca környékére, azokkal pedig a szurkolók érkezését kísértük nyomon. Előfordul, hogy a rendőri vezetők úgy látják, hogy szükséges a beavatkozás, akkor mi tudunk segíteni abban, hogy az egyes szabálysértéseket, amikor elkövetik, akkor mi tudunk ahhoz biztosítani képeket. Kamerarendszer nem csak a mérkőzés helyszínén, hanem a 81-es főúton is segítette az egyenruhások munkáját. Ennek a képét a vezetési ponton figyelték a rendőrök. A mérkőzés idején egy hazai drukkert állítottak elő az egyenruhások, mert a férfi ellenállt a rendőri intézkedésnek.
Döntetlennel ért véget a Videoton Szlován-Bratislava találkozó, és az Európa Liga selejtezőn a hazai csapat jutott tovább. A mérkőzés lefújását követően hazaindultak a szurkolók. A magyar szurkolók részéről kettő olyan szurkolói csoportot tudunk, ami az egyik ferencvárosi, illetve újpesti szurkolók voltak, akik egy kisebb számban megjelentek a közterületen. Őket is sikerült viszonylag úgy kísérnünk, hogy ne tudjanak vegyülni a székesfehérvári szurkolókkal, illetve a szlovák szurkolókkal sem tudtak verekedést provokálni, és ezeknek a kísérését is szerintem sikeresen meg tudtuk oldani. A 8000 futballkedvelő csak verbális háborút vívott egymással, rendbontás ugyanis sem a városban, sem a stadionban nem történt.